Sziasztok, én Horváth András vagyok, és ehhez az epizódhoz készítsetek be popcornt, viszkit, gin tonicot, ki mit szeret. Az volt a terv, hogy ezzel a gyönyörűséges First Edition Ioniq 5-össel, 5 perc töltéssel, 5 különböző csodaszép helyszínre eljutni, ott különböző érdekességekről videót készíteni, és hát ezt gyúrjuk most bele egyetlen egy epizódba, egy ilyen giga epizódba, szerintem több mint fél óra lesz, hogy így láttam a nyersanyagnak a mennyiségét, úgyhogy ez következik most, fogadjátok szeretettel, íme az Ioniq 5, 5 perc töltéssel, 5 gyönyörű helyszínre. Hopp, láttam is az Ioniq 5-nek az alkalmazásában, ahol egyébként sok minden más is állíthatunk, kapcsolgathatunk, nézegethetünk, hogy végzett az autó az 5 perces töltéssel, még a kávémat sem tudta meginni, úgyhogy most elindulunk Tardosra, és egy olyan fiatal emberrel fog találkozni, aki szerintem egyetlen egy hónap alatt többet gyalogol, mint én egész életemben. Az a jó az Ioniq 5-ben, hogy a viszonylag morcos és érzékenyen sportos külső egy nagyon kellemes, otthonos belsőt akar, ez tetszik benne legjobban, hiszen technológiailag már a legtöbb autóban nincs szükségünk plusz teljesítményre, például ez az autó is 300 lóerő, 600 Nm-es nyomaték, 4 kerékhajtás a dupla villanymotorral, nem kell több, nincs rá szükség. Amire szükség van, az az, hogy ahol sok időt eltöltünk, mint például a nappalink, ugyanilyen az autó is, hogy ez legyen minél kényelmesebb, minél kellemesebb, minél jobb anyagok vegyenek minket körbe, jó érzés legyen ránézni, az anyaghasználat, az anyagminőség, ami egyébként a Hyundai Ioniq 5-ben rengeteg újrahasznosított anyag, ami körülvesz minket, például halászhálók, vagy például ez az autó 36 darab PET palackot is tartalmaz. Szóval nagyon fontos, hogy a belső tér az otthonos és kellemes legyen, hiszen itt is rengeteg időt töltünk, az Ioniq 5 az pedig ilyen. Szia Gábor, hoztam neked egy kempingelős elektromos autót, mert tudom, hogy te szereted az elektromos autókat, viszont az a kérdésem, hogy mit szólsz egy olyan autóhoz, ami lehet egy alaptábor, mert hogy van rajta napelem, azon a First Edition-ön, tudsz rádugni 220 volttal, 230 volttal bármit, főzök is neked majd mindjárt egy kávét. Jó lesz. Ha gondolod, mert hogy meg lehet vele csinálni, lehet benne aludni, van rajta kempingmód, tehát hogy tudsz világítani, fűteni, hűteni, akár 70-80-100 órát el tudsz benne lakni. És annyit kell tennünk, hogy ezt bedugjuk ide, és már is, ez is motoros természetesen, és már is tudjuk használni a kávéfőzőt. Ezt a gombot be kell nyomni. Itt már én bekészítettem mindent. Ez igen komoly. Figyelj, és így. Tadám! Mindjárt lesz kávénk. Nem semmi. És akkor itt a kék túrán kívül, a kék úton kívül van magyar El Camino is, amit nem sokan tudnak. Itt a környékben van több útvonal, én is voltam páron. A magyar Camino, a Camino Hungaro, ami Budapesttől megy Lébényen keresztül Szlovákián át Ausztriába, és onnan egész Spanyolországig. Itt megy el Bajon keresztül, ez 10 kilométerre van. Vagy itt a Vértesben például a Vérkör nevű kis körtúrát is legyalogoltam egy-két év egy barátommal, az 80 kilométer, 17 óra alatt. 17 óra 80 kilométer? Sikerült, de utána két napig nem mentem sehova. Ez már majdnem futás. Nem bírtuk járni. De hogy az is itt van, meg a Gyöngyök útja, az is egy ilyen ismertebb túraútvonal, szóval ez a környék, ez így bővelkedik ebben. Ez a környék annyira gyönyörű, itt van egy bánya is, és én ide az elektromos autózás miatt jutottam el, mert pont azért, mert hogy bejöhetsz vele, mert nem szennyezed a környezetet, nem zavarnak el, nem lőnek le, és hát egy országon belül rengeteg ilyen szép hely van, ez itt Budapestről annyira 100 km-tel. Hát egy óra. Egy óra. Magunk mögött hagyjuk a csodálatos kék utat itt a Vértesben, érdemes eljönni, mert csodálatos erdők vannak, és hihetetlen nyugalom.
A mai epizódot nem véletlenül indítjuk a lemenő nap sugaraival, ugyanis csillagászkodni megyünk Lovasberénybe a csillagtanyára, és bekészítettem a távcsömet, de szerintem lesz ott egy jóval nagyobb távcső is, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen. Az autó pedig megint feltöltött, 5 perc alatt több mint 100 km-re elegendő hatótávot kapunk, úgyhogy indulhatunk is. Nem tudom, mire jó, de az autó mutatja a műholdakat is, és ez azért érdekes most számomra, mert pont a csillagtanyára megyek, ahol meg tudjuk nézni a csillagokat, a holdat, és szerencsénkre, nagyon-nagyon nagy szerencsénkre tiszta az égbolt, úgyhogy szerintem el fog tölteni ott nem kevés időt, és a távcsövet rá lehet kötni az autóra is, ami külön jó, de mi a legjobb és szerettem volna bemutatni, az az önvezetés, amit ugye nem hívhatnánk önvezetésnek, de mégis az, csak annyit kell tudni, hogy ez level 2, és az önvezetésnek az 5 szintje közül a 2-es önvezetést tudja az autó, és így megyünk szépen az autópályán a csillagtanyára. Ezt tudja most a Hyundai. Vezeti magát. Hello, mi? Szia Laci, hol is vagyunk pontosan? Én azt hittem, hogy Budapesten kívül nem nagyon van ilyen közel csillagvizsgáló, és hogy itt jöttünk valami úttalan utakon, és egyszer csak itt volt egy ilyen csodás kis hely. Itt most Lovasberényben vagyunk, ugye nagyjából 40 km-re Budapesttől, a városi fénybúra, a fényszennyezés alól kimenekülve, innen lehet nézni a csillagokat. Szerintem jó helyen vagyunk. Figyelj, én kihoztam a kis távcsövet, azért, hogy megmutassam neked az autónak a tudását, hogy ezzel kinész, és tudod tölteni a laptopot, tudod mozgatni a távcsövet, meg minden, de hogy rájöttem, hogy semmi értelme, hiszen nektek van egy sokkal nagyobb távcsövet. Hát nézd, a csillagászatban a méret a lényeg, ezt pontosan így tudjuk. Van. Az egy kis 12 centis távcső, de azt, hogy szépen elmegy róla, mennyit mondtál? Mennyi ideig hát működik kiszámoltuk róla? Hogyha mindent rádugsz, a laptopodat, két távcsövet, a világításodat, meg minden, akkor mondjuk ilyen 270 órát így hát nézd, 12 órás éjszaka van mondjuk januárban, hát nem elég hidegben azért, na. Szóval impresszív, azt kell, hogy mondjam. Igen, nekünk ott egy kicsit nagyobb távcsövünk van, 35 cm átmérő, ugye távcsöveknél ez a fő paraméter. És hát most éppen megy le a nap, tiszta az ég, és hát reményeink szerint majd még a holdkeltét is meg fogjuk tudni nézni. Ugye most itt, ahol vagyunk, fényszennyezés mellett, vagy fényszennyezés nélküli helyen, ugye este bolygókat tudunk nézni, és aztán majd, ahogy teljesen besötétedik, mielőtt a hold fölkel, a csillagos égre is rácsodálkozhatunk. Mars, Vénusz, mindent hát nézhetünk. Vénusz, Szaturnusz, Jupiter. Ez a három fő bolygó most így, amikor éppen beszélgetünk. Laci, kijöttem ide csillagászkodni, hoztam távcsövet, meg mindent is, innivalót, ennivalót, tudom, nem hoztam kabátot. Hát meg fogsz fázni. Meg, de ott bent melegebb van a csillagvizsgálóban. Nincsen. Távcső mellett soha nincsen fűtés. Egyébként. Ugye, mert ha fűtenék, akkor a levegő száll föl és életlen lesz a kép. És figyelj, megoldom a problémát, mert tudod, igen, mi lesz? Az van, hogy ez az autó, ez tud olyat, hogy van 230 voltos kimenet, 3,6 kW-ig, rá lehet kötni a távcsőnek a motorját, a laptopot, plusz tudunk fűteni. Hát a és akkor a laptoppal vezérlem a távcsőt, megcsinálom a fotókat, a vágóképeket, és ennyi. Hogy bedugtuk magunkat ilyen elektromosan fűtött ruhákba télen, amikor még a kupolákban ott kellett dolgozni. Itt a megoldás. Bedugod ide, a töltő nyilásba, és innen jön a telej, amennyit csak akarsz. Csak azt mondtad, hogy mennyit mondtál? 3,6 kW? 3,6 kW, hát gyakorlatilag sok éjszakát jó tudnál töltés nélkül benne eltölteni. Egybe kiegyezett, jó? Egy éjszaka elég. Hazamész, tölt, alszol. December, január, olyankor 12-13 órások az éjszakák, és egy kis, főleg a meleg lé olyankor, ami nagyon fontos a léleknek, hogy meleg te a meleg kávé. Télen például sokkal kevesebb műhold látszik, amiatt, hogy lemegy a nap mélyen a föld alá, a föld horizontja alá, és akkor nem világítja meg a tőlünk látszó műholdakat. Szóval szerintem a tél az jó. Hatalmas élmény, úgyhogy ha tehetitek, akkor gondolom a Facebook oldalakon meg tudjátok nézni. Van, persze, MCL Facebook oldalán a programjainkat meg lehet nézni. Hát az
én kis távcsővem sem rossz, de ezzel a nagy távcsővel egészen hihetetlen élmény látni a Jupitert és a holdjait, meg a Szaturnuszt a gyűrűivel együtt, úgyhogy nézzetek utána, hogy mikor vannak nyílt napok, gyertek el! Sokak szerint a töltés az egy macera az elektromos autóknál, szerintem meg maga a pihenés, a relaxáció, főleg ilyen autókban, ahol még láttamaszunk is van, vagy pedig bekapcsolhatjuk akár a kandallónak is a hangját, ahogy most hallotok is éppen. Bábolnán töltöttünk most mindössze 5 percet, egész egyszerűen azért, mert csak 100 kilométerre van üröm, ahova megyünk. És az elektromos autóknál kicsit másképp kell gondolkozni, pont azért, mivel otthon is tudjuk tölteni az autókat, mindig csak annyit kell visszatöltenünk, amit aznap elhasználtunk az autóból. Jellemzően az emberek 25-40 kilométert mennek munkába, óvodába, iskolába, viszik a családot, gyerekeket, és tulajdonképpen csak ennyit kell otthon visszatöltenünk. És az ultratöltőket, ami most is töltöttünk Bábolnán, csak akkor kell használnunk, ugye nyilván többe is kerülnek, mint az otthoni töltés, amikor hosszabb utakra megyünk, és csak annyit kell töltenünk, hogy azt a távolságot meg tudjuk tenni az autóval. Hát ezt nem hiszem el. Szia Ágoston! Hello! Hát én most nagyon meglepődtem, mert hogy a főútról bejöttem egy udvarba, és itt van egy igazi hobbitház. Nehéz volt felépíteni? Hát maga az egész területtel 6 évet dolgoztunk, a házat szűken vetten 1 év alatt építettük fel. És ez hogyan készült? Hogy ástatok egy nagyon nagy lukat a földbe, vagy a házat borítottátok be földdel? Ástunk egy nagy lukat, tehát a vizet is el kellett vezetni, el kell szikkasztani körülötte a vizet, és egy komoly alapra is szükség volt. Ezután kőből és fából építettük magát a házat. Mind az építőanyag, mind a működtetése abszolút a fenntarthatóság irányába mutat. Azért, mert földben van ásva maga a ház, ezért a fűtési költségek csökkennek, jól le is van szigetelve, mert az igazi előny nyáron mutatkozik meg, mert klíma nélkül hűvös marad a legnagyobb kánikulában is. Ugye az oldalsó föld és a tetején a fű, amit locsolunk, tehát ez olyan szinten temperálja a hőmérsékletet, hogy nincs szükség klímára. Tehát nagyon minimális a rezsiköltség egy ilyen ház. Nagyon kicsi a rezsiköltség, igen. Pár ezer forint gyakorlatilag. Nagyon, nagyon kicsi a rezsiköltség, azért a megépítése nem lehet azt mondani, nagyon alacsony lett. És ha jól tudom, akkor ez bárki kibérelheti apartmanként hétköznapra, hétvégére. Van dézsátok is, amiben lehet fürdni, van szaunátok, van jégvermetek, ahol lehet borozni, és akkor itt így el lehet tölteni nagyon kellemes pár napot. Az egész, hogy itt vagyunk a megyében tulajdonképpen, csak Szmiagol elő ne ugorjon, azt ugye nem rejtettetek el nekem. Neked semmit. Megmutatod kicsit belül? Természetesen. Na, itt van egy tolóajtó, amit egyébként Kovácsok keze munkája díszít. És ez a tolóajtó is az itteni vasakból készült, amik a tanyán itt maradtak. Itt van egy nagyon jó kis ágy, egy gyönyörű szép motivummal. Minden fából van. Itt a nappalinak a kis társalkodó része, és ott velünk szemben van egy tévé. Azt, ha átjövök ide, akkor itt van a konyha. Egy kicsi a konyha, és itt van egy fürdőszoba. Hihetetlen. Ilyen pici helyen. Hobbit ház. Hobbit. Nagyon jó. Szívesen megmártóztam volna a Dézsában a Hobbit ház mellett, de sajnos elment az idő, és a következő epizódban egyébként is egy búvárkodást tervezek. Drágozzák!
itt vagyunk Bábolnánál, az Ionity töltőállomásoknál, amik a legjobb helyen lévő töltők, hiszen ha nyugatról jövünk be az M1-esen Budapestre, akkor Budapest 100 km-re van, itt tölthetünk villámgyorsan, az Ionity 5 akár 250 kW-tal is tud tölteni, most viszont menjünk egy barlangba, ahol elvileg buvárkodni fogok. Már jó régóta léteznek elektromos autók, de a legnagyobb tévhit még mindig az, hogy pár éven belül ki kell cserélni az akkumulátorokat az autóban, ami természetesen nem igaz, ezekben az autókban nem olyan aksik vannak, mint mondjuk a mobiltelefonokban, itt van rendes hűtés, és az akkumulátort az a hő teszi tönkre, és egyébként a Hyundai 8 év garanciát ad az akkumulátorokra, illetve 160 000 kilométert, ez azt jelenti, hogy átlagos használat mellett Magyarországon a legtöbben átlagban 14-16 000 kilométert mennek, tehát 10 évig nem kell gondolkoznunk azon, hogy úristen, mi lesz az akkumulátorokkal. Egyébként az autóra is 5 év garanciát ad a Hyundai, úgyhogy nem kell ezen aggódni, és hogyha ki is kerül majd az akkumulátor az autókból, akkor majd bekerül szélerőművekhez, naperőművekhez, és energiatárolóként lehet hasznosítani őket. És most irány a búvárkodás, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, életemben először fog merülni palackkal. Az elmúlt napokban sok szép helyszínen jártam, erre most itt vagyok Budapest közepén, ahol éltem, itt nőttem föl, és nem is tudtam, hogy egy ilyen csodálatos barlangtó itt van a város szívében. Igazából tényleg nagyon kevesen tudják, hogy van egy ilyen kis ékszerdoboz itt a második kerület szívében. Az első írásos emlékek már a középkorra vezethetők vissza, mert akkor jegyezték a budai forrásokból ezeket a kiáramló vizeket, és akkor lőpormalmoknak használták ezeket a vízfolyásokat. Az első írásos emléket egyébként a névadója Molnár János barlang 1859-es orvosi heti lapban jelent meg egy cikk, amiben ő megtalálta azt a rést, ő maga nem mert lemenni a járatba, de az akkori Lukács igazgatója, a haverja volt, őt leküdte, hozott egy vízmentát, megnézte az, ami kiáramló a hegy gyomrából a forrás, összehasonlította az a képzés, és volt egy elmélete, hogy egy ilyen víztározó létezik itt a barlangban, ezt mi kikerestük a levéltárból. Egész évben 22 fokos a víz, tehát nyáron nem tud fölmelegedni, mert olyan gyorsan cserélődik, illetőleg télen nem is tud befagyni, mert folyamatosan folyik a víz. Maga az épület, sokan azt gondolják, hogy török eredetű, de ilyen acélszerkezetek vannak benne, a törökök acélt nem használtak. Igazából az 1800-as évek legvégén épült, ugye a Lukácsfürdő akkor már megvolt, azt a középréteg és a felső réteg használta, és népfürdő néven a szegényeknek építették magát a fürdőt. Amit erről tudni kell, hogy most ez egy ipari műemlék, mert ez Magyarország első vasbeton kupolája. Kessler Hubert, ő barlangász volt, ő meg volt róla győződve, hogy itt van egy barlangrendszer a hegy gyomrába, de hát senki nem adott neki pénzt, hogy most akkor ez megfúrja és megkeresse. De az volt a deal, hogy fönn megépül a szocszálló a bányászoknak, és amikor a bányászok a jól megérdemelt pihenésüket töltik, akkor egy lifttel leereszkednek a tárolba, és fürdőköntösben átsétálnak a Lukácsba. Ezt így kitalálták. Ez már tetszett az akkori vezetőségnek. Egyébként a barlang az 200 méter, és a járat az 200 méter hosszú, tehát kétszer olyan hosszan benyúlik, mint a szocszálló, tehát igazából a barlangot kereste, csak nem találta meg. Ami nagyon lényeges, hogy mi is követjük a technikát, tehát a legmodernebb eszközöket használjuk. Összehasonlításnak ez a felszerelés a búvárkodásban olyan, mint a autógyártásban az Ionity 5-ös. 800 volt a rendszer. Nem, tehát alapvetően ezt egy újralégzőnek hívják, a kilélegzett gázból a széndioxidot megköti, adagol hozzá megfelelő mennyiségű oxigént, és mindig a merülés minden pillanatában a legoptimálisabb gázkeveréket adja számodra. Ez 7,5 óra az üzem ideje. Igen, a tartály, ami megköti a széndioxidot, az alapvetően 7,5 órát bír, akkor kell cserélni. De lehet ezt fokozni, mert van ennek egy kis testvére is, amit magaddal viszel, és hogyha 7,5 óra lement, akkor még lehet ezt fokozni, ezt a dolgot.
mint látjátok, nem feltétlenül kell a töltőnyílásból áramat lopnunk, hanem itt a hátsó üléseknél is találunk 230 voltos csatlakozót, és hát hihetetlen élmény volt búvárkodni így elsőre oxigénpalackkal, maszkba beöltözve, csodálatos édes vízbe a halak között. Remélem, hogy a vágóképek visszaadják. És hát itt is vannak fosszíliák, de nem itt fogjuk megnézni őket, hanem egy másik helyszínen a következő epizódban, ahol egy geológussal is beszélgetni fogunk. Megvolt az utolsó 5 perces töltésünk, úgyhogy el is indulunk Tatára, ahol reményem szerint belepillanthatunk a múltba. Elektromos autóknál mindig felmerül ez a hatótáv kérdés, de hát itt van például az 5 epizód, ahol tényleg 5 perceket töltöttünk, még annyit sem kellett volna, és a legtöbb helyszínre kevesebb töltéssel is eljutottunk volna. Sokan szerintem nem is igazán értik még az elektromos autók működését, pedig nagyon egyszerű, egy kicsit máshogy van, mint a benzines dízel autóknál. Ezek az autók autópályán fogyasztanak sokat, városban viszont keveset, sokkal kevesebb, mint autópályán. Ha számszerűsíteni szeretnénk, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, akkor körülbelül úgy kell számolni, hogy városi körülmények között agglomerációból bejárással olyan 450-500 km között simán meg tudunk tenni ezzel az autóval, autópályán pedig olyan 200-250 és 300 km-es etapokat lehet megtenni, viszont utána elegendő mindössze 18 perc töltés, és már indulhatunk is tovább. A villanymotornak a hatásfoka annyival jobb, mint a benzin vagy a dízelmotoroké, hogy egész egyszerűen a városi közlekedésben a visszatöltésekkel együtt nem fogyasztunk sok üzemanyagot, ami jelen esetben az áram. Autópályán viszont a megnövekedett légenállás miatt jóval többet fogyaszt az autó, tehát hogyha valaki elektromos autóba gondolkozik, akkor ezzel érdemes kalkulálni, hogy kicsit át kell állítani az agyunkat erre a gondolkodásmódra, hogy a városban keveset fog enni, autópályán meg jóval többet, így a töltéseket is ehhez érdemes igazítani, de nem kell félni az elektromos autózástól, mert az elektromos autózás jó. És most már, hogy vannak töltők, szinte 50 km-enként az országba bárhova eljuthatunk, mint ahogy most ezzel a sorozattal is ezt igyekeztünk nektek bemutatni. Megérkeztünk Tatára, és itt vagyunk a Kálvária dombnál, ami hát így ránézésre is elég jól néz ki, de hogy gondolom azért ennél különlegesebb a domb, csak az, hogy egy jól kinéző mészkődomb. Hát az érdekes, mert ezek a falak körülbelül 200 millió év alatt keletkeztek. Persze csigalassúsággal. Nagyon-nagyon lassan. És nem itt keletkeztek, hanem valahol az Egyenlítő környékén. Mm-hmm. Mármint, hogy ez nem itt voltam az Egyenlítőn. Az Egyenlítő környékén volt egy olyasféle trópusi tenger, mint amilyen most a Bahamáknál van, vagy az Ausztrál Korallzáton, csak mondjuk másféle élő lények voltak a tengerben. A mészisabba bele hullott aztán az ott élő kagylóknak a teteme, a szerves anyag nyilván elbomlott, belement a mészisabba kagylónak a belsébe, és ugye ezt ki kell bányászni onnan a kőből egyébként. És akkor utána az a mészisab, ami benn van, megszilárdult, kitöltötte, úgy hívják, hogy kőbél. Olyan lényeknek a maradványai vannak százszámra, amelyek valamikor a világtengereknek a legfőbb ragadozói voltak, ilyen puha testűek, lábasfejőknek hívják őket, szaknyelven ammoniteszeknek hívják. Ezek az ammoniteszek, ezek úgy éltek, hogy egy pici kis kamrába kezdték az életüket, és aztán ahogy növekedtek, akkor mindig egy nagyobb kamrát, egy újabbat építettek hozzá. Nagyon érdekes, hogy ezek az ammoniteszek pont ugyanakkor haltak ki, ugyanakkor tűntek el a világtengerekből, amikor a dinoszauruszok is kihaltak. Ez az a vörös szikla, amiről beszéltünk lent, és hogy valami elképesztő mennyiségű fosziliát látok itt, tehát bárhova nézek, ilyen csiga-szerű lényeket látok. Ez az ammonites. Azok vannak a kezemben. Ilyen kis kamrákból áll az egész. És belülről nőtt kifele, mindig egyre nagyobbat, és az utolsóban abban lakott a legvégén. És azt ott lehet látni a falon, meg van jelölve, hogy körülbelül egy-egy ilyen réteg, az hogy következik, melyik mennyi időt jelent, milyen időtartam. Ez 1 millió év, és hogy 1 millió évet tartok a kezemben, és hogyha ide tennénk a mi életünket, akkor az átlátszó lenne, nem tudnánk olyan vékonyra csiszolni, és hogy ez nagyon sokáig megy lefelé, mert hogy a földi időszámítással ezek az évmilliók is szinte semmi. De ha arra gondolsz, hogy az ember a homo sapiens, akit én egyébként csak moho sapiensnek hívok,
az mindössze 200 ezer éve van a Földön, és már mennyi kárt okozott, akkor az ember elég pesszimista lesz. Mert ezek ugye külső okok miatt haltak ki, de az ember magának csinálhatja a tömegsírt. Érdemes elgondolkozni a geológia kapcsán, hogy annó az élőlények, amik részlegesen vagy majdnem teljesen kipusztultak, mind külső behatásra tették ezt, és haltak ki majdnem, vagy akár teljesen. Ő nekik nem volt esélyük, nem gondolkozhattak el azon, hogy mi lesz a jövővel, mi viszont megtehetjük, és foglalkozhatunk a megújuló energiákkal, napelemmel, szélerőművel, geotermikus energiával, elektromos autózással, és ezzel nem csak, hogy jobbá tesszük az életünket, de akár sokkal hosszabbá is. Hát Tata lett a végállomás egy kis geológiával egybekötve, és elképesztő helyekre jutottunk el, amikre így nem is gondoltam volna még, amikor ezt a sorozatot elkezdtük. Így olvastam a szkripteket, meg a forgatókönyvet, hogy milyen helyekre megyünk, de saját szemmel látni ezeket a csodálatos helyszíneket, ahova menjetek el ti is, nagyon ajánlom akár ezt itt a tatai helyet is, ami hihetetlenül jól néz ki, vagy akár a Budapest közepén a barlangnak a tavát, vagy akár az erdőket. Hát láttatok végig ezt a öt részt, ami valószínűleg jó hosszú lett így, elnézve a nyersanyagnak a mennyiségét. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogyha megnézték ezt az epizódot, dobtak egy lájkot, és nagyon köszönöm a Patreon, YouTube támogatóknak, Tiszta Energiáknak, Rekhozértnek, Superszokonak, Smartdisconnak, Under Lucky Star csillagtérképeknek, és persze a Hyundainak is, akik lehetővé tette ezt a forgatást. A következő epizódig, sziasztok!